A Veolia Energia Magyarország ZRT a koronavírus járvány hazánkban történő megjelenése óta több alkalommal járult hozzá a pandémia elleni küzdelemhez. Most kiemelt partnerei részére adományoz FFP3-as maszkokat országszerte. Cegléden az önkormányzat és a Toldi Ferenc kórház kapott 500-500 védőeszközt. Felelős cégként saját munkavállalóink, partnereink, valamint ügyfeleink egészsége és biztonságának megóvása egyaránt fontos számunkra. Igazán elővigyázatosak pedig csak előre gondolkodva lehetünk, mondta el Bicskei Tibor, a Veolia Energia Magyarország ZRT távhő ágazatának vezetője. Nagyon sok helyen közszolgáltatók vagyunk, tehát mi is közvetlenül találkozunk a ügyfeleinkkel, felhasználóinkkal. Cegléd városában ugye a távhőszolgáltatást végezzük, és bennünket is nagyon alaposan érintett. Ha meggondolom, hogy egy évvel ezelőtt tulajdonképpen nem is tudtuk, hogy mi az, hogy FFP3-as maszk, ma már mindenkinek a zsebébe ott vannak ezek a maszkok, és meg kell tudni tanulni a használatát, és hát az alkalmazását gyakorlatilag, mint a papír zsebkendővel úgy járunk ezekkel a maszkokkal mindenhová. Úgyhogy hirtelen nagy szükség lett ezekre a maszkokra. A járvány ugyan nem köszöntött ránk, egy átfogó járvány, az ország úgy tűnik, hogy megúszta ezt, de egyre többet lehet hallani második hullám érkezéséről az őszi időszakra. Ezek a maszkok pedig alkalmasak lesznek akkor a védekezésre. A maszkokat a város polgármestere vette át, aki az irodája falát is díszítő gondolatot idézett. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Ez tulajdonképpen nagyon illik ehhez az evangéliumi idézethez, és bennem azt a szolidaritási érzést hát éleszti újjá, amit én nagyon hiányoltam, illetve most az utóbbi időben a járvánnyal kapcsolatban az ember megtapasztalhatott. Én ezért tartom nagyon fontosnak, hogy mindazok a vállalkozások, vállalatok, független attól, hogy kapcsolatban vannak, vagy nincsenek kapcsolatban a várossal hivatalosan, alapvetően nem marketingnek tekintik ezt az adományt, hanem tényleg a lakosság védelme érdekében jöttek és segítettek nekünk. Az alapellátásban dolgozó orvosok és fogorvosok részesülnek a maszkokból Cegléden, bízva abban, hogy nem lesz rá szükség, mondta a polgármester. A Veolia egyébként a kiemelt partnerei között országosan összesen 14 000 maszkot osztott szét.